Télanyók osztják a Mikulás csomagjait a Petőfi Sándor általános iskolában. A Magyar Vöröskereszt komáromi területi szervezete az elmúlt időszakban országos pályázatot nyert, melynek keretében valamennyi komáromi óvoda és általános iskola gyerkőcét több száz édességcsomaggal lepték meg december 14-én. Egy pályázatot nyertünk országos szinten, és ennek az eredményeképpen úgy gondoltuk, hogy a gyerekeknek szerezünk örömet így karácsony megelőzően, hogy boldogabban várják az ünnepeket. Kitaláltuk azt, hogy vöröskeresztes Mikulást csinálunk. Formabont az egész, mert két vöröskeresztes télanyó jött. Tehát télapó nincs. Helyettesítették a télanyók, és kicsit megkésve, mert így sikerült a beszerzés. De hát ezt hadd mondjam, mert mindenki tudja, hogy ekkora tételt nem lehet hirtelen leakasztani. A lényeg az, hogy megkapták a csemeték, és ahogy nézem a párás szemüket, meg a köszönő dalukat, én úgy gondolom, hogy célba ért, és megkapta mindenki. A Vöröskereszt komáromi szervezetének nem ez az egyetlen jótékony ajándékozási akciója december hónapban. A tavalyi évhez hasonlóan, meg az azt megelőző évekhez hasonlóan a komáromi Vöröskereszt szervezete több száz embernek segít karácsonyának a szebb ételével és az ünnepfényének az emelésében. A jelenlegi számok azt mutatják, hogy közel 600 családnak tudunk adományt adni, hogy szebbé tegyük ebben is az ünnepet. A szervezet munkatársai az év utolsó hónapjában nagyon aktívan dolgoznak annak érdekében, hogy rászoruló embertársaink ünnepét szebbé varázsolják. December 19-én a Generációk házában szervezik a nagy véradást. A jubiláló véradókat ugyancsak a Generációk házában köszöntik december 20-án. 21-én és 22-én a Vöröskeresztes iroda előtt osztanak élelmiszer csomagot a komáromi rászoruló családoknak.